Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai előadásunkat kezdjük azzal a mantrával, amelyet már sokan ismerhettek. Ez az univerzum mantrája a maga tisztaságában. rendhagyó bevezető fog kezdődni. Mondjon valaki gyorsan egy számot 1 és 208 között. 199-es. Háromféle zen. A zen iránytű című könyv háromféle zenről tesz említést. Az elméleti zen azt tanítja, hogy a forma üresség, az üresség forma. A tatágata zen azt tanítja, hogy nincs forma, nincs üresség. A pátriárkák zenje azt tanítja, hogy a forma forma, az üresség-üresség. Kérdések. A fentiek közül melyik helyes? A forma-üresség az üresség-forma. Ez mit jelent? Nincs forma, nincs üresség. Ez mit jelent? A forma-forma az üresség-üresség. Ez mit jelent? Kommentár. A hegy a víz, a víz a hegy, de eredetileg semmi sincs. Ha nem hozol létre semmit, akkor nincs hegy és nincs víz. A tudatod ilyenkor tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. A hegy hegy, a víz víz. A tükör mindent helyesen tükröz. A három állítás közül melyik helyes? Ha megtalálod, az életedet veszted, ha nem, akkor a testedet. Mit tehetsz? Menj így állt át, akkor tisztán látod, a hegy kék, a víz folyik. Ez a Kuan egy nagyon komoly idézett Szumszán Zemmester és a korábbi kínai klasszikusok tanításából. És a szemekkel látom, hogy nem egészen érthető. Azért vagyunk itt, hogy egyrészt megértsük, másrészt pedig meghaladjuk azt a megértést, ami a miénk. A nyugat nagyon komoly kulturális különbségekkel kezdi a buddhizmus és a keleti tanok tanulmányozását. 2000 éve legalább egy olyan kultúrában növünk föl, ahol az élő szó az első. Ezt hívjuk közkeletűen logosznak, vagy igének, vagy olyasféle szóbeliségnek, ahol megmondták, vagy valaki megmondta, hogy mi hogy van, és azt mi követjük. Különböző értelmezéseken, fordításokon, szövegváltozatokon keresztül. A zen meghaladja a szövegeket. A négy alapelv úgy szól, hogy ne támaszkodj az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, önvalód megtapasztalása egyenlő a megvilágosodással és tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ez az, amely a hagyományos nyugati kultúrában még a mai napig idegen. Szellemileg nagyon nehéz úgy lábra állnunk és talpon maradnunk, hogy nincs valami gyönyörűséges könyvgyűjtemény, hogy megtámogasson jobbról és balról, hogy tud, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az én és mi a más, mi a barát és mi az ellenség. Amikor a formáról olvasol, az mind az, ami az érzékszervi tapasztalat. Tehát a forma a test, de ugyanúgy formák a színek, az ízek, a gondolatok, az érzelmek, és így a szavak is. Formák elkülönülnek a környezetüktől, akár belül, akár kívül. Mi hát az üresség? A koan úgy szól, hogy egy olyan állapot, amikor a tudatot tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és minden keletkezés előtti. Ez az, amit csak tapasztalni lehet, de tudni nem. Ezért vannak a paradoxonok a végén. És a kommentár legvége úgy szól, hogy mennyi így tehát, tehát közvetlenül tapasztalj, tisztán, minden dualista elgondolás nélkül. A klasszikus buddhizmusban, hogyha elolvasod a Téraváda legkorábbi iratait, a nirvánáról beszéltek. A megszabadulásról, az élet és halál körforgásából való kiszabadulásról, és a mai ember megkérdezi, hogy ugyan már, Mire jó ez az egész? Hát Megszülettem, felnövök, valamikor megöregszem és meghalok. Milyen szabadulásról van itt szó? A keletiek ciklikus időben gondolkodtak, sokkal inkább, mint a nyugat lineáris ideje. A nyugat elkezdi valahol a teremtésnél és befejezi az apokalipsisnél, a kelet pedig azt mondja, hogy kezdettelen és végtelen időktől fogva, és időkig tart az anyag és a szellem áramlása a körkörös létezés országútján. Ezt hívják szamszárának. A szamszárikus létezés a folyamatos keletkezés és megszűnés váltakozása. Innentől kezdve az ember rájön arra, hogy nem csak egy életet él, hanem ugyan most egyet, de előtte is volt, és utána is lesz. Ez ugyanaz a tanítás, amit nagyon sokan Kínában, Indiában, Tibetben, Japánban és Koreában a mai napig tanulhatnak, hogyha buddhista a kultúrkörben nevelkednek fel. A sok-sok életen át tartó vándorlás, a szenvedés megismétlése és a boldogság megismétlése nem minden tudatnak szükséges. Van, azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég volt, ki szeretnék kerülni ebből a körforgásból, elvágni a születések és halálok állandó ciklusát, és szeretnék egy más tudatállapotban élni. Ekkor elkezdi azt a gyakorlatot, amely fokozatosan szépen a nirvánába viszi. Ez a klasszikus buddhizmusnak az eléggé egyirányú útja, ezt hívják téravádának vagy hinajánának, szó szerint kis jármű. A téravád az öregek útját jelzi. A Mahajána a nagy szekér, vagy a kicsikét inkluzívabb a fogadókultúrákat is fölhasználó buddhizmus, az már egy kicsit másban gondolkodott, és nem az arahatot, a nirvánát elért szentet szeretné megvalósítani, hanem ugyan eléri a megvilágosodás, de mindaddig visszatér, és újra születik, ameddig akár egyetlen egy érzőlény is a kötöttségek birodalmában van. A mahajánának az egyik változata a zen, a zen már önmagában nem szeret megvilágosodásról és meg nem világosodásról beszélni, inkább arról, hogy mi ennek a gyökere, mi az, ami a szenvedés létrehozza, és mi az, ami a megvilágosodott tudatot eredményezi. Ezért hallod a Kuan kommentárjában, hogy ne hoz létre semmit. Az Avatamszaka szútra igazsága az, amelyel a buddha elkezdte a tanítását, Nevezetesen, ha meg akarod tapasztalni a világegyetem lényegét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Magyarul az a valami, ami benned most itt lát, hall, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik, érez és csendben figyel, az a valami teremti a szenvedést és a megvilágosodást. A jót és a rosszat. A szabadságot és a kötöttséget ez a tudat csak ebben a pillanatban tapasztalható meg. Ezért mondja a gyémánc útra is, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolódott vagy szétesett tudat nem érheti el a felébredést. A zen nem technika, számos technikát lehet használni a zen gyakorlathoz, így a kínai, kóreai és japán zennek más és más technikai bázisa van, vannak átfedések, de szignifikáns különbségek is. És az az érdekes, hogy bármely technikát használod, ha a hozzáállás, a szellemiség, a nézőpont, az irányvétel helyes, akkor bármely technikával meg tudod valósítani az elérendő célt. Ez pedig mi? Annak az ilyenségnek a tapasztalata, hogy mit látsz most, mit hallasz most. Mit csinálsz most? Hogyan teremted a világot most? Hogyan teremtjük egymásnak a világunkat éppen most? Ezért az ennek a központi fogalma az, amit így hívunk, hogy ilyenség. Nem rossz, nem jó, ilyen. Sőt, éppen ilyen. Az okozatiságot nem tévesztve szem elől, világosan haladunk az ember útján. Felismerjük, hogy mi az, ami bennünk közös, és mi az, ami különböző. Láthatjuk azt, hogy az arcunk mind más. A testalkatunk, a beszédünk, a gondolkodásmódunk, az érzelmeink, az emlékeink, a jövőképünk, a jelenről alkotott véleményeink, ez mind-mind más. Ez a karmánk. És jó is, hogy ez más. Ha nem, akkor felcserélhetők lennénk. Akkor klónok lennénk és szerencsére nem vagyunk azok. Egyéniségünkben felcserélhetetlenek és pótolhatatlanok vagyunk, és egy valami van csak, amely közös bennünk, ez az, amit itt nyugaton a humanisták az embernek, vagy az emberi lényegnek szeretnek mondani, de mögé annyi definíciót tesznek, hogy elsekélyesedik a fogalom. Mi az ember? Hányféle meghatározása van? Mi az, ami így bennünk emberi, és mi az, ami egyéni? és közte van persze a csoportos, a családi, a társadalmi. Hát ezeket az identitásokat a nyugat sohasem tisztázta le eléggé ahhoz, hogy békésen együtt tudjunk élni hosszú távon. Az európai történelem elmúlt száz éve elég jól megmutatta, hogy az identitások harca az hány százmillió áldozattal jár. Exportáltuk is nagyon keményen Ázsiába. Ázsia azért maradt statikus, egészen a 20. századig, ahhoz képest, hogy Európa és Amerika mit követett el, mert az identitásra fókuszált a szellemi gyakorlat, a taoizmus is, a természettel való egyévállás által, így öntermészetünk tapasztalása által, és a buddhizmus is, ahol tényleg az ént kutattuk, kutatjuk és kutatni fogjuk, hogy rájöjjünk arra, hogy eredetileg olyan, hogy elkülönült én nincs. Tehát nézd meg a körmondatot, onnan indíltottuk, hogy mindenki felcserélhetetlen és pótolhatatlan az egyénisége miatt, de elkülönülten, önállóan, lényegi különbséggel a mi önképünk, a mi egyéniségünk nem létezik, ezt mi mind létrehoztuk, és gördítjük magunkkal életeken keresztül. Ez önmagában nem lenne baj, hiszen ha a szemléletéből annyit megjegyeztél, hogy mindenkin segíteni kívánunk, aki szenved, nem baj. Szülessünk csak meg, és segítsünk egymáson. De milyen tudatta? És itt jön az, hogyha az én képre nem kérdezünk rá, a mi vagyok én kérdést nem tesszük föl, akkor illúziók rabjaiként szépen támolygunk előre, veszélyes csomóponttól a balesetes utcasarokig. És azt hiszük, hogy az élet kegyetlen. Nem, nem ismertük meg kép. Nem ismertük meg magunkat kép. Nem jöttünk rá a szabályokra, az íratlan és írott törvényekre. Ezt hívjuk karmának. A karma nem a sorsod. A karma a cselekvés és eredménye, ezek ismétlődése, szokásokká tömörülése, a szokások személyiségelemek lesznek, a személyiségelemek önképpé válnak, az önképek egy családi kultúrát alkotnak, a családok egy csoportot. Társadalmat, és így az emberiséget. A karma minden eleme változtatható. De hogyha azonosulok vele, akkor ezt nem tehetem meg, mert azt hiszem, hogy valaki az énségemet el akarja venni. Pedig mindenképp változunk. Tehát amikor rákérdezek arra, hogy mi vagyok én, akkor befelé fordítom az energiámat, és megpróbálok az önképtől az önvalóig eljutni ezt a kelet alsó hangon 2500 éve gyakorolja. Sákyamuni Buddha kb. 2560 x évvel ezelőtt született, 34 éves korában ért el a felébredést, és onnantól kezdve olyan 84-85 éves koráig tanított. Volt bőven idő arra, hogy ezzel az energiával jól sáfárkodjanak, és áthassák a társadalmukat úgy, hogyha megnézzük az újkorban, az európai felvilágosodás utáni időszakban Ázsia működését, nagyon komoly társadalmi különbségeket látunk a nyugat és a kelet között. És ez mind annak a kulturális alapnak köszönhető, amely a buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus hármasával operál egész a közelmúltig. Koreára is ez volt jellemző még a 90-es évek végéig, és a 2000-es évek elején elkezdett szépen bomlani, egyéni esedni, amerikanizálódni és a többi. Most ott tartunk, hogy újra kell tanulniuk a saját hagyományukat. Ott tartunk, hogy nyugatiak többet értenek belőle, mint az ottani iskolások, sihederek, akik már a kultúrájukban nem ezt tanulják. Tehát úgy tűnik, hogy elég messzire mentünk a Kohan szövegétől, de nem, csak más oldalról érthetőbben közelítjük meg, azért, hogy lássuk a tudat lehetőségeit. Tehát ebben a pillanatban nagyon kevesen hisszük el, hogy ezt a világot mi teremtjük. Nem felsőbb hatalom vagy hatalmak határoznak meg minket, hanem mi teremtjük a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a cselekedeteinkkel és a beszédünkkel. Ez a négy nagy csatorna, amelyen közlekedünk. És még az összes érzékszerviség, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk és a többi. Ezeknek az együttműködése az, amely a világélményt adja, és ezekkel az eszközökkel kommunikálunk egymás között. És hogyha ezeket a csatornákat feltakarítjuk, és ezt a látó tiszta tudatot letisztítjuk, akkor emelkedik a tudat minősége, tisztasága, tehát csökken a szenvedés, kevesebbet hibázunk, és kevesebbet hibáztatunk, kevesebbet panaszkodunk. Kevesebbet projektálunk, és kevesebbet szenvedtetünk. Tehát az a tétel, hogy magunk vagyunk felelősek, mert bírunk ezzel a buddha természettel, amely bennünk az egyetlen igazán közös dolog, szabadság és felelősség együttes élményével ruház föl. És ez a meditációnak az egyik mellékhatása, a többit nem mondom el, el kell jönni és megpróbálni. De azt hiszem, hogy bevezetőnek bőven elég volt ennyi gondolatébresztőnek, és most tiszteltel várom a hallgatóság kérdéseit. Örülök, hogy, hogy éppen egy, egy kezdődött ez az előadás, mert a koannal kapcsolatban szeretnék kérdezni is. Hát hallgattam már a YouTube-on sok előadásodat, és... Nem ártott meg? <laughs> nem. Egyelőre még bírom a tempót. Hát a, a kohannok, Uh, ugye egyrészt ezeken a, az előadásokon is hallottam már, másrészt meg uh, ugye néhányat az interneten is meg lehet találni. És uh, hát elég ilyen fura történeteknek Bizony, találom őket. Nem érthető. Nem, meg egyáltalán paradox nem. Igen. És különös folytást. Igen. És uh, uh, mindig emlegeted ezt a Kuan interjút. Igen. Ugye ez egy része ez a tulajdonképpen az. ennek az EN hagyománynak. Mivel nem volt hozzá szerencsém, lehet, hogy túlzott korai a kíváncsiságom, de ö, én viccesen úgy fordítottam le magamba ezt, hogy kohan interjú, hogy ez, ez azt jelenti, hogy egy szócsata, amiben te, te győzöl. Nem, 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 nem. Látod, már győztem is. Tehát a lényeg az, <laughs> hogy ez egy darmacsörte. Nem annyira szócsata az, mert a vitatkoznánk. Nincs miről vitatkozni. Segítünk egymásnak a felébredett tudat állapotába jutni. Te azzal, hogy a tanítványi tudatodat behozod, én pedig úgy, hogy a tanítói tudatomat behozom egy szobába, egy térbe. Hogy mi történik ott, azt nem tudom elmondani. Miért? Mert nem emlékszem egyikre sem. Van az én tudatomban egy olyan gomb, egy ilyen kis piros gomb, amit minden interjú után lenyomok, és elfelejtem. Azért, mert az interjúk privátak. Ez azt jelent, hogy ami ott elhangzik, az csak kettőnk között van, és hogyha esetleg még egyszer jössz interjúra, csak akkor emlékszem rá. Másnak, máskor, máshol, kizár dolog. Az interjúkon egyébként kétféle dolog szokott történni. Az egyik a karmikus rész, tehát behozhatsz egy kérdést, nem többet, egy kérdést. Általában a meditációról érdemes kérdezni. És akkor tanácsot adok, hogy hogyan gyakorolj. De nem vagyok terapeuta, kócs, karmamasszőr, lelki szemetes láda, egyik sem. Lehet olyan beszélgetést kérni, amikor teázunk, és akkor kötetlenül, akár fél órát, egy órát is beszélgetünk arról, amiről te szeretnél, de az beszélgetés, és nem koan interjú. A koan interjúnak így a második része, az már az intuícióról szól. Az már egy olyasféle darma csörte, vagy darma párbeszéd, ahol megpróbáljuk a kogníciót felváltani az intuícióval, úgy, hogy a stafétát a váltófutásban átadják az atléták egymásnak. Ez a dolgom. Tehát nem csak tétel az, hogy buddha természete van mindenkinek, ezt működésbe lehet hozni, ezt ki lehet élesíteni, Innentől kezdve gondolj erre úgy, mintha egy rég elfeledett érzékszervet vagy izomcsoportot szeretnél újra működésbe hozni. Megvan, csak nem használtad, mert jó macskás lett. És na ezek a koan megoldó izmok. És ezeket be lehet újra tréningezni úgy, hogy nem a dualisztikus tudatod vagy érzelem mintázatod alapján például ítéletalkotó dualisztikus módon próbálsz megválaszolni, hanem a tiszta tükörszerű tudat reflexiójából. Az egy pillanat. És ezért tanítjuk a pillanat tisztaságát. Ha ebben a pillanatban ezt az ütést tisztán hallottad, akkor a rákövetkező pillanatban tisztán láttál, hallottál, szagoltál, ízleltél, gondolkodtál, és a rákövetkező pillanatban a reflexióid elborították az egészet. Felolvasok neked egy másik kont, hogy ennyire szereted, jó? Két remete. Egyszer Giorgio elmester meglátogatott két remetét. Megkérdezte az egyiket. Elérted? A remete felmutatta az öklét. Giorgio erre így szólt. Itt sekély a víz, nem maradhatok. Megszólította a másikat is. Elérted? A másik remete is felmutatta az öklét. Szabadon adsz, szabadon veszel, szabadon ölsz, szabadon óvsz, meghaladtad az életet és a halált, mondta Giorgio, és mélyen meghajolt. Miért fogadta el Giorgio az egyik választ, a másikat pedig nem? Ugye, hogy nem tudod? Én sem. Senki nem tudja. Nincs benne a koanban. A koan egy olyan szerkezet, amely a gondolatok közti üres térre összpontosít. Hogy ne ezzel az órarúgó gerincű felpattanóval próbálj meg gondolkodni, olyan, mintha biciklivel akarnád a holdat elérni. Hát nem megy. Tehát a tiszta, tükörszerű tudat, ha egy pillanatnyi világos reflexióval él, akkor megoldja a koant. És az összes meditációnak, gyakorlatnak ez a célja. Tehát ez nem egy ilyen nyílt végű valami, hogy majd lesz valahogy, csinálom 20-30 évig, aztán majd szólnak. Ez úgy van, hogy már az első elvonuláson irányt tart a szanga, irányt vesz a tudat, és ezeket a koanokat kell megoldani. Szó szerint a Koan közügyet vagy közokiratot jelentett kínaiul, Kungan így hívták, és ott nem volt még fénymásoló meg Szkenner, és írnokok szépen ecsettel sokszorosították a, például a királyi ediktumokat. És le is lehetett pecsételni, de hát azért pecsétet lehetett szerezni ott kézen közön, bár őrizték, és így az írásokat nagyon érdekes módon azonosították az eredetivel. Összehozták a két szélét, az eredetinek és a másolatnak, és rátették a pecsétet úgy, hogy a kettőn egyszerre legyen, és akkor szétszették. És akkor levitték a másolatot, hogyha bármiféle kétség merült fel, akkor fölhozták, és összerakták az eredetivel, hogyha a pecsét így egy egészet alkotott, akkor autentikusnak volt tekinthető a másolat. Na ugyanígy a mester és tanítvány tudata, ha találkozik mert a kérdés és a válasz találkozik, és egy egységet alkot, akkor a Kuan betöltötte a feladatát, és kiegészült el. Láttál és cselekedtél, semmint gondolkodtál, tépelődtél, kételkedtél, késlekedtél, stb. Tehát nézd meg, hogy a gondolkodásra milyen elképesztően szükség van, hogy felnőjünk, intelligensek legyünk, okosak legyünk, ezért kell sok könyvet olvasni és könyvtárba járni. De amikor ezt meg akarod haladni, akkor már a gondolkodás kevés illetve sok. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz nagyon sok könyvet elolvasott az ember, és aztán rájön, hogy csak körben, körben forog. Olvas, ért, megemészt, olvas, ért, megemészt. Egy kis tanulság, egy kis filozófia, egy kis bölcsesség kijön, az semmi több. Honnan jön mindez? Hová megy mindez? Mi a gondolkodásnak az alfája és az omegája? Hát erre nagyon kevés használati utasítást kapunk. Ezért tesszük fel a kérdést, amikor például belül meglátsz egy komoly karmát, hogy mi ez, honnan jön. Eljutsz a gyökeréig, ahhoz a tudathoz, amely teremti ezt az egészet, és felfedezed, hogy ebben a pillanatban, hogy teremtjük egymásnak ezt a világot. Igazándiból engem még mindig ez a súfni tuning része érdekel a dolog. Az már a múltkor is érdekel. Igen, Igen. Azóta mit csináltál? Hány lóerőt tettél bele a garázsban? Ö, azért érdekel a dolog, mert mondtam, hogy én a munkámból is kifolyólag, meg... autószerelő vagy? Nem. A munkámból is kifolyólag, meg ugye az elfoglaltságaimból kifolyólag hétvégén vannak ezek a tartott zenek elvonulások vagy gyakorlatok, és egyen azért részt vettem, egy ilyen ö, ö, röviden. Hősiesen kibérted a hétvégét. Igen, 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 igen. Na, most igazándiból ö, így kettőség van bennem, mert ö, valami, valamit éreztem, hogy ö, valamivel többet nyújtott, mint hogyha otthon gyakorol az ember, de mivel nem tudom megoldani, még egy előre nem tudod megoldani nem. az hogy, hogy háromnapos napos elvonulásra. Akkor meg kell kötni ha nem tudod megoldani Háromnapos elvonulásról. Nem, nem hogy még arról sem de 30 naposról eleve tudod hogy 30 naposunk nincs 90 naposunk mm. van mindegy három napos vagy annál hosszabb. Tehát ne bontsa fel az egységcsomagot, csomagot ez sok helyen igen igen, igen igen. Három nap a minimum három hónap a maximum és utána egynapos inkrementumokban bárki részt vehet rajta, ez azért elég laza. Tehát ez annyira laza, hogy ezt a kórhelyek így meglátnák, azt mondják, hogy mit csoda, ott ugyanis mínusz harmadik napon odamész, elkezded a nulladik napon, nem olyan, mint a fesztiválokon, a nulladik napon takarítasz rendbe rakod az entermet, és az első napon elkezded a 90 napost, és a 90 nap végéig ugyanaz a 20x személy végig tolja, ezt csak szerzetesek tudják, de egyre inkább már világiak is. Miért? Manapság nagyon sokszor szoktunk állást váltani. És két állás között egy kis ülés, néha nem rossz. De a három hónapra beiratod magad azért, hogy egy kicsikét leporold a berendezést, bekalibráld a GPS-edet, nagyon-nagyon komoly belső tapasztalás, belső minőségemelkedés és letisztulás lehet az eredménye. Mindenkinek ajánlom azt, hogy nézze meg, hogy három hónap az életéből milyen kevés, és hogy egy ilyen hosszú elvonuláson milyen elképesztő sokat tud tenni belül azért, hogy emberebb legyen, hogy letisztultabb legyen, hogy csak normálisabb legyen. Még nem beszéltünk a megvilágosodásról, csak legyen már normálisabb az átlagnál. Tehát amikor arról van szó, hogy kettősség, ahogy mondtad, hány darab? Melyik sorból kérdezed? Mennyi kettősségünk van, és mennyire szabdal az szét minket? Rengeteg. Én biztos vagyok benne, hogy ahol akarat van, ott eredmény is van, és egyszer megoldod. amíg, amíg eh, erre nem kerül sor lehet, hogy csak bizonyos idő múltán, addig, ha az ember otthon gyakorol. Nem, a, nem úgy, ahogy, ahogy a közösségbe mit tudom én, nem ülve, csak fekve, néha... Néha a tévében előtte, a nem, 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 nem. nem, 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 nem csak hát, valami jó. ilyen, ilyen láj... azért kérdezem, hogy az, az félreviheti az embert, vagy... Te, amikor a légződ gyakorlatod átmegy ilyen, vagy... Na akkor tudod, hogy nem elaludtál. Ez a baj. Tehát vigyázzunk erre, mert az ülés az függőleges. A fekvés az vízszintes. Tehát a, az éber tudat az a vertikális pozíciót szereti. Lehet fekvés meditálni, csak hatalmas koncentráció kell hozzá. Van egy tanítványunk, nagyon sűrűs gerinc problémái vannak, és az első 90 napot úgy csinálta, hogy letettünk a sarokban neki egy helyet, kettő matracot ez a csukpi nevezetű hangszer, amivel a meditációk kezdetét és végét jelzük, így eldurant, és ő fogta magát, és így hanyat dobta egyébként szálas testét, és így nézte a mennyezetet, és 50 percig ezt tette, majd csukpi megint, és fölkelt, és velünk, és így végig tolt 90 napot, de nem aludt el. Érdemes a templomba is néha-néha eljönni, és időt szakítani. Ez a prioritások átrendeződésével érhető el akkor egy köztes termék is beléphet egy zencsoport megalakulása itt helyben. Ugyanis ha megnézed, nem csak te jársz ebben a cipőben. Sokan mások is, család, barát, munka, kutya, macska, adósság, hitel, stb. Tehát be vagyunk fogva rendesen. Mit tehetsz? Azt teheted, hogy fél óra a közlekedésen belül itt helyben lehet egy meditációs csoportot csinálni. Miért jó ez? Ahogy mondtad, az otthoni gyakorlat akármilyen jól csinálod, nem olyan, mint a közösségi. Képzeld el, hogy van egy szekered, beleragadt a sárba, lovak nem bírják, és ki kell hórukkozni. Hogyha az emberek teljesen egyéni elgondolás alapján szeretnék kitaszajtani a sárból, nagyon nehéz dolguk van. Egyszer valaki kitalálja, hogy emberek, egyszerre mondjuk, hogy hóruk, és akkor hóruk, és akkor huszan pillanatok alatt ki nyomják a szekelet a sárba. Amikor gyakorolsz, akkor pontosan ugyanez történik, mert egyszerre énekeltek, egyszerre ültök, egyszerre sétáltok, és így a karmától sokkal hamarabb meg lehet szabadulni. Ha nagyon figyelsz és mozdulatlan tiszta tudattal ülsz a térben, meglátod azt, hogy milyen feléd a másik emberből, és belőled, mi megy ki a másik ember felé, ez a második sokkal nehezebb. De erre szoktuk mondani, hogy a tér nem hazudik. Abban minden benne van. Csak tessék, figyelni! Tudati térről is beszélünk, fizikai térről is beszélünk, és a kettőnek az egybenyitása, a külső és a belső egyévállása, ez a zennek az egyik legfontosabb alapeleme. Javaslom az erőfeszítés folytatását akár sufniban, akár nappali szobában, akár könyvtárban, akár a templomban. És amíg a gyakorlatra tett őszinte erőfeszítés cselekvésekben megnyilatkozik, addig gördül a kerék előre, addig van esély arra, hogy hasonló szándékú emberek találkoznak, összeállnak, és utána összeülnek. Az embernek, ha van valami rossz szokása, és felismeri, mondjuk meglátja, és akkor próbál rajta változtatni, de hát, hogy mégsem, akkor ez, ez valahogyan hogy tudsz ebben segíteni? Hogy az ember felismeri, de, de mégis, mégis, azt mondja, hogy hát azért csak bele kell nyúlnom a darásfészekbe, hogy ki tudjam venni a mézet, hogy, hogy, azt, hogy a, a, annyira nem akarja magát megváltoztatni, mert... És kiderül, hogy ahogy a mézért nyúltál, ott még több darás van, méz meg nincs. Uh -huh. De akkor már idáig benne vagy. A vágyak azok így működnek. Tehát vágyakként, szép dolgokként, élvezetekként és egy egyebekként indulnak, és eltart pár hónap, pár év között bármennyi ideig, és aztán kőkemény addikció lehet belőle, és egyikünk se kivétel, mert a társadalmilag elfogadott addikció ugyanolyan addikció, mint a társadalom által megvetett, kiközösített, vagy abnormálisnak kezelt addikció. Úgyhogy ilyenkor meg kell keresni a társaidat akik hasonló problémákkal küzdenek, be kell lépni abba a körbe, meg kell nyilvánulni abban a körben, el kell fogadni mások megnyilvánulását abban a körben, és így hirtelen 5, 10, 15, 20 vagy még több tükröd lesz, és te ugyanennyi embernek tudsz tükröd tartani, mert a sorsotok hasonló. Egyedül nem megy. Ez nem csak egy régi magyar filmben volt gyönyörűséges szlogán, hanem tényleg a karmáddal egyedül nem megy. Tehát az egyik legnagyobb kohó az a családi élet. Az emberi kapcsolat így az egyik legnagyobb tréning. Na de mit csinálunk egymással az emberi kapcsolatok terén csak azért, mert egyébként nem pucoltuk le magunkat? Miért kell egymást ennyire meggyúrni, szenvedtetni, és a többi? Nem lenne valami egyéb út? Egy kicsit dolgozunk magunkon, önálló erőfeszítéssel, de mégis közösen, és így nem állandóan családtagjainkon verjük le a saját feldolgozatlan karmánkat. És ugyanezt kapjuk akkor tőlük. Nagyon fontos lenne, hogy lépj be abba a körbe, ahol hasonló karmával küzdenek az emberek. És azt az ember merje megcsinálni. Lépjen oda be. És cselekedjen. Segítsen másoknak, és fogadjon el mástól segítséget. Ugyanolyan nehéz, mind a kettő. Azt hiszem, hogy persze, majd is, akkor nem majd elfogadom. Egy túrost fogadod el, mert azonnyomban sérül az önképed. Én jól vagyok, nekem semmi bajom nincs. Igen, ezek mik? Jó, ja? ezek a beleim, mondta Örkény István az egyik egy percesében. Ha és amennyiben mi teremtjük a saját valóságunkat, ugye akkor nincs objektív valóság. Azt nem mondtam, az objektívet is mi csináljuk. Az objektívet is. Azt a, tiszta tudat, is... A, a tiszta tudat, ha mondjuk tisztítja a teret. Menjünk okay. tovább, ez egy jó indulatú feltételezés, de mond igen. Tehát a tiszta tudat tisztítja a teret, akkor annak milyen hatása van erre a szubjektív tudatra? Vagy van-e? Lehetséges, hogy ne bontsuk szét a valóságot objektívre és szubjektívre? Lehetséges. Nagyon jó. Tehát... Ez a bot, Igen? a hang és a tudatod, ez objektív vagy szubjektív? Látod? Ezért ne bontsuk szét, mert teljesen terméketlen. Jó, de az is, az is egy teremtett valóság. Persze, hát most éppen csináltam, hogy bemutassam a teremtett voltát. Hát hogy ne? És akkor mi a megvilágosodás? Az is pont a. Mi a, azt a szenvedés? Hát, mint a megvilágosodás ilyen alapon. Nem, szerencsére nem. Akkor nagyon nagy bubanc lenne. Ilyen alapon nem ugyanaz. Mind a kettő teremtett, az egyik megvilágosodás, a másik szenvedés. Emlékezz a bevezető koankára. Ki Igen. mondta azt, hogy 199? Én. Gratulálok. Hát ott van az, hogy a forma, forma, az üresség, üresség. üresség. A szenvedés, szenvedés, a megvilágosodás, megvilágosodás. Itt kiabilít, vit kiabilít, nem ugyanaz. Vigyázzunk. Jó? Okay. Nem ugyanaz. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy egy életen belül sok-sok gyakorlással el lehet-e érni a megvilágosodást? El. És mi ennek a feltétele? Az, hogy feltétel nélkül gyakorolj. És ne akarja elérni semmit. Akkor lehet. Köszönöm. Szívesen. Mennyire gyakori a mai világban, hogy megvilágosodnak azok, akik hosszú ideje? Tehát most darabszámot kérdezek, már elnézést, hogy ilyen racionálisabb kérdéseim. Darabra? Van. Igen. Számolja? Nem, persze, természetesen, de hogy... Ha adsz hogy egy mennyi... megvilágosodás számlálót, akkor én megszámolom neked. Van ilyened? Ö, nincs de a te területeden azért ez biztos, hogy tudható, hogy mennyire, tehát milyen eredményesség van ma ennyi, gondolati szemét, vagy ilyen térben, ami most van a világon, mennyire tud erre? Persze az egyéntől függ ez evidens. Nem. Nem. Akkor, tehát most, most hol tartunk? Körülnézel, itt tartunk. tartunk. Kösz. Tehát pontosan a csoport karmát annyira tudta a gyakorlók közössége megtisztítani, amit most látsz a híradóban, és olvasol a neten. Katasztrófa. Katasztrófa, így van. Tehát sokkal gyorsabban termeljük a szenvedést, mint a megvilágosodást. Mert a megvilágosodott tudat az macera, az nehéz. Annak olyan eredményen is, most azt mondtam, hogy ne akarja elérni semmit, és képzeld, nem kezdett el sírni, mert valamit már tud. Nagyon fontos az, hogy a tudat által teremtett világ minőségét a karma működésén keresztül belássuk. Az okozatiságon keresztül, hogy egyik jobbra, másik balra. Nem mindegy. Viszont a világos és tiszta tudat az egy sokkal, azt mondom, nehezebben elérhető cél, mint az érzékszervi valóságban különböző műveleteket végezni, pusztán azért, mert ezt az utóbbit jobban megszoktuk. És a szokásainkat követjük, és a tömeget követjük. Tehát amikor valaki alternatívát javasol, az jó esetben különös, rossz esetben deviáns, még rosszabb esetben pedig aztán nem is mondom. Az, hogy a felébredést tanítja mondjuk Platón, és utána már így Európában csak az ilyen nagyon komoly misztikusok vagy művészek, tehát tömegkultúrában nem látod viszont. Keleten igen. Tehát ott azért eléggé megvolt az a hierarchia, szépen ki lehetett nőni a konvenciókat, és egyénkább haladni fölfelé, fölfelé, és akkor elérkezett oda, amit már tényleg kevesen láttak, kevesen értettek, de az a minőség visszahatott mindenkire az adott társadalomban. És így lehet a társadalom megvilágosodottsági fokát látni. Tehát a kérdésednek van érvénye, csak a számlálót kapcsoljuk ki, az abstrakciót tegyük félre, és akkor azt látod, hogy egy társadalom, vagy egy család, vagy egy egyén akkor megvilágosodottabb, ha kevesebb szenvedést termel. És a szenvedés nagyon világos, hogy micsoda. Tehát... Nem csak a születés, öregség, betegség, halál, ez az alap, ami miatt élünk, és az emberek többsége ezt nem is tartja a szenvedésnek. Amikor megbetegszik és kórházba kell menni, akkor már igen. De azt, hogy nem vagy birtokában annak, amit szeretnél elsajátítani, magyarul nélkülözöl. Ez az első, kisebb szenvedés. A második az, hogy olyan dolgok érnek, olyan dolgokat kapsz, amiket nem szeretnél emberi szinten olyan társaságban lenni, akiket nem kívánsz magad köré, és nélkülözni azok társaságát, akiket szeretsz, és akikkel együtt szeretnél lenni. Na most ez a négy, ez már nagyon körbe rakja az életünket. Mivé tesszük magunkat, mivé tesszük a világot, és mivé tesszük azt a csoportot, amiben élünk. Mert mindenki csoportban él, akár észreveszi, akár nem. Az a fajta diszharmónia, ami a szenvedés következő rétegét jellemzi. Éhezés, háborúk, természeti katasztrofák előidézése, olyasféle társadalmi széttagoltsága, ami egy nagyon-nagyon szűk elit, szupergazdagsága és egy hatalmas tömegnek a mélyszegénysége, ez pedig már egy származék, már egy további rétege annak a dualisztikus gondolkodásnak, amely által teremtjük ezt a világot egymásnak. És itt a hamis önképtől, hamis világképtől, az ítéletalkotó tudatig egészen a rasszizmusig, apartheidig, elitizmusig minden van. És ez mind a téves nézeteknek a következménye, és az ebből fakadó kapzsiság és dühé. Na most, ha így megnézed, akkor sziklaszilárdan ki lehet mutatni, hogy ahol a társadalom egy megvilágosodottabb középúton van, ott kevesebb a szenvedés, nem egyenlősdi, nincs egyenlősdi. De egy harmonikusan együttműködő csoportról van szó, semmint széttagolt, szilánkokra tört társadalomról, ahol a csoportokat egymás ellen fordította valamilyen ideológia, és az állandó haragból és egyetemértésből és felesleges küzdelemből áll a társadalmi élet. Tehát nagyon jól lehet látni, hogy van nem csak Butánban, Nepál mellett boldogság mérés. látod azt, hogy az emberek mennyire elégedettek az életükkel, mennyire érzik azt, hogy birtokában vannak a saját sorsuknak, hogy mennyire lehetnek kreatívak, mennyire fejezhetik ki magukat, mennyire tudnak bízni a másikban, az intézményrendszerben. Nézd meg, hogy ez honnan épül föl. Ez az identitás tudatból épül föl, hogy minek nézem magam, minek nézem a másikat, minek nézem a családomat, a csoportomat. Ez az egyéni és csoportos identitás tudat. Ebből lesz egy tipikus gondolkodásmód, cselekvésmód, érzelemformálásmód. Ez a kultúra. És erre épül az intézményrendszer. Ami ezeket összeköti, az már mind-mind kisebb a az egésznek. Az identitásból következnek a hitrendszerek, és a hitrendszerekből a kulturális konvenciók. kulturális konvenciókból a közéletműködése, és a közélet működéséből az intézményrendszer kialakítása az adott embercsoporton a felelős embereken keresztül. És nézd meg ennek a működését. Ez szenvedést termel, vagy boldogságot termel? Mind múlik ez. És nézd meg, hogy a legmélyén ott van az az önkép és világkép, amit magamról és a másik emberről és a világról kialakítottam. Ez a gyökere az egésznek. Tehát úgyhogy, minden úgyhogy, egyéni szinten dől el. Nem. De te, mint egyén, csak egyéni szinten vállalhatsz elsődlegesen felelősséget. Ott kell kezdeni a másik emberrel, ahol ő éppen van, ehhez egy nagyon komoly benső munka, komoly felismerés, állóképesség, együttérzés, bölcsesség, önzetlenség, rengeteg minőség kell. Azért mondtam, hogy az egyéni munka az alap, akár közösen is, mert anélkül nem lehet normálisan csoportot alkotni. De egy normális csoport nélkül az egyén nem tudja elvégezni magán a munkát. Tehát ezek egymásra hatnak, egymástól függenek. És ezért kell tiszta csoporttudat és tiszta egyéni tudat. Keleten nagyon sokszor a csoportodat felé tolódott el, de oly mértékben, hogy az egyénről a felelősséget mindig levették. Mindig. És Kóreában ez sajnos összeomlott áruházakban, hidakban, lezuhant repülőgépekben és egyebekben öltött testet, mert az egyén nem volt felelősségre vonható. És a csoportban ez az egész elkenődött. Nálunk az, van, hogy az egyén vonódik felelősségre, főleg nyugatra tőlünk, és a csoport az pedig eléggé elkenődik. Az egyén és a csoport összhangja és harmóniája, egyensúlya az, amely előre tudja vinni a társadalmat és az egyént egyaránt. Ilyet szinte soha nem találsz hosszú távon. Semmelyik társadalomban sem. Tehát voltak szerencsés időszakok, Tang-dinasztia, Kína, 3,5 évszázad, Silla-dinasztia, Korea, 4 fél évszázad, amikor Bizonyos szellemiségek eléggé eluralkodtak ahhoz, hogy a társadalmat egybe tartsák. Az egyéni és csoportos felelősséget kiegyensúlyozzák, hogy meghatározzanak egy normális irányvételt a társadalomnak, amely nem egy másik társadalom ellenségképében öltött testet, vagy az adott társadalmon belül egy csoport ellensége nyilvánításával öltött testet. Ezek nagyon kemény próbát kiálló időszakok, de elmúltak. Tehát a kérdésed eleje, ugye egy szenvedés-megvilágosodás, az igazi viszont kérdés az, hogy miből termelsz többet? Melyik farkast eteted, az lesz az erősebb. Egyéb kérdés? Neked is az a véleményed, hogy a nyugati értékeket ezzel a keleti hagyományjal így ki lehet békíteni, tehát harmóniába lehet hozni? Sőt, nagyon nagy szükség van mind a kettőre. Nézd tehát meg, hogy a nyugati és a keleti mit hozott a világnak. Meggyőződésem, hogy mind a kettőre égetően szükség van. Amit az elmúlt kb. 400 évben Európa úgy létrehozott, számoljuk mondjuk Newton-tól, tehát 1600-tól úgy szépen kezd, meg Galilei egyebek. Hát itt már egy nagyon komoly tapasztalati út nyílt meg, amely körülbelül ezer év dogmatikáját kezdte el szétfeszíteni amely nagyon sok embernek az életébe került. De mégis sikerült. Úgyhogy nagyon fontos az, amit a tudomány, a felvilágosodott társadalom, a középutas vallásosság, az emberarcú istenkép ad. És keleten pedig azért nagyon komoly kultúrája van annak, hogy az énség relatív, az egyén mindig egy csoport kontextusában létezik, a csoport az elsődleges és az egyénes szolgálja, és ekkor a csoport is tudja az egyén szolgálni és segíteni. szerencsén volt kóreai zentermekben gyakorolni, néha egyedüli nyugatiként, és se pozitív, se negatív megkülönböztetést nem tapasztaltam. Egy annyira egészséges, természetes, középutas kultúra, hogy csak na. Tehát mi eléggé szélsőségekre vagyunk szabdalva, itt a mennyország és pokol, egyebek, teremtés, pusztulás, ugye dihotómiái miatt. Keleten pedig nem jellemző az, hogy dualitásokra alapoznák az én képet, vagy a világképet. Úgyhogy mindegyikre szükség van szerintem, a lineárisra és a ciklikusra, az egyénire és a csoportosra, és a kritikusra és az elfogadóra egyaránt. És ekkor lehet középúton járni, és a Középút összes áldását a mindennapi életbe integrálni. Tehát mind a kettőre szükség van, de a legnagyobb szükség a tudat tisztaságára van. Ha ezt a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot gyakorlod, akkor sikerül a szenvedéstől, a hibáktól, a projekcióktól, az illúzióktól megszabadulnod, és megszabadítanod másokat. Ez az alap. Jó? Szóval Egyéb kérdés. Az egyik dolog az a Sokat hallottam egy időben a kritikus tömeg fogalmat. És ahogyan, amiről most beszélsz, az egy picit azt sejteti bennem, hogy ez a kritikus tömeg ez a maga mennyiségében sosem jöhet létre úgy, hogy egyszer csak minden átforduljon és minden jó legyen. Illetve, ha ez volt is, akkor is azt említetted, hogy nem, nem mindenki által jött létre, csak egy olyan csoport, egy olyan ö, nagyobb mennyiségű. Ö, tudat irányította azokat az országokat, vagy azokat az időket, amikor ez megvalósulhatott. A kritikus tömegre még annyit mondanék, hogy mindig a minőségi tömegről van szó, amikor ugye kritikusat ugye mondunk, de ez a minőség ez oda is vissza is játszik. Hát 30-as évek Németország, ott is volt egy kritikus tömeg, nézd meg, mi lett belőle. Egy Én adott minőségű társadalmi gondolkodás, ez csak így elharapódott, 1915-17 Oroszország. Abból mi lett? A kritikus tömeg az először úgy kezdődik, mint valami elképesztően radikális minőség. Nagyon más minőség, mint a környezete, úgyhogy vagomban kell lezárva szállítani Svájcból Szentpétervára. Tehát ennyire más, mint a többi. És akkor ez elkezd szépen terjedni, és utána átbillen a közgondolkodás, mert átbillent az identitás, hogy mi nem muzsikuk vagyunk, hanem proletárok és forradalmárok. És nekünk az a dolgunk, hogy... És akkor onnantól kezdve elszabadult a pokol. Hogyha elértem a megvilágosodást, és úgy döntök, hogy visszajövök mindaddig, ameddig mindenki, aki még itt van, el nem éri mindezt. Úgy érzem, hogy ez a közért, illetve mindenkiért történik. A másik verzió szerint az van, hogy én eljutottam addig a pontig, és azt választhatom, hogy nem jövök vissza ez így elméletben persze, hogy megkülönböztethető, de amikor valaki oda jut, hogy ezt tapasztalja, akkor ott csak egyféle látás van. Ki lehet ugye, indulni a déli oldalról és az északi oldalról, de egy tényleg a hegytetőn ugyanaz a látvány fogad. Mivel az egyéni önkép abszolút nem létezik, csak relatíve, ezért az önvalót másképp tapasztaljuk, mint ahogy azt gondoltuk az elején. Aki az egyéni ugye erőfeszítésből indul ki, az eljut addig, hogy ott van a másik ember, akinkkel segíteni. Aki a másik segítéséből indul ki, ez rájön, hogyha ő saját maga nem ér el belül valami magasabb minőséget, akkor teljesen felesleges az erőfeszítés, mert a jó szándékkal kikövezett út úgyis a pokolba vezet, ha nincs elég bölcsesség és egyéb minőség benne. Az a legérdekesebb, hogy egy bizonyos uh, tapasztalat után, az egyéni megszabadulás csak úgy lehetséges, hogy másokat segítesz. És mások segítsége csak úgy lehetséges egy bizonyos pont után, hogy egyénileg is gyakorolsz és tisztítod magad. Ha a jelen állapotot nézzük így a Földön, akkor hát elég nehéz lenne azt mondani, hogy egyensúlyi állapotban létezünk, hiszen és ha abból indulunk ki, abból a kérdésből, hogy mennyien értékel ezt a szintet, mármint a megvilágosodást, most ugye sarkítunk meg Ö, akkor, akkor ha az nagyon sok lett volna, vagy ha nagyon sok lenne, akkor, akkor annyian lennének itt, amitől ez az állapot talán nem lenne ilyen. Emléleti fizikával foglalkozom? <laughs> Lehet, hogy azzal <azok> <laughs> kéne. <laughs> ha és akkor. Ez most használhatatlanná tette a kérdést. Az igazi kérdés az, hogy te hol állsz ezen a skálán. Ezzel kell foglalkozni. Az abstrakció itt nem segít. Még a nagyon pozitív projekciós, hogy hát akkor nézzük meg a tágabb környezetünket, hogy hogy állunk, az se segít, mert belefutunk mérhetetlenségekbe, és mint tudhatod, a végtelenek korrumpálják az egyenletet. Tehát amikor valaki végtelenül és mérhetetlenül, és az egy idő után unalmas se és válik. Minden szinten. Te hol állsz? A párkapcsolatod hogy áll? A család élet hogy áll? Azzal kell fárkodni. A hirtelen minden megváltozik. Tudat letisztul, a környezet teljesen másképp kezd rád reagálni, és nehogy azt hidd, hogy elkezdenek simogatni. Húhú, megszüntélte a megszokott fiúnak, férnek, apának és egyébnek lenni, azt úgy rühellik te. Vissza akarnak tenni a dobozba, honnan éppen sikerült kimászni. Csak aki hasonló irányba mászik, mint te, az mondja, na gyere, együtt. Ennyi. Egyébként is. Hú, ez már három lesz, ez már... Látod ezt az adományos ládát? Nagyon sokba fog ez neked kerülni, Az a magyar igazság, három. Ö, szeretném majd kicsit beszélni a tér, ez a tér, egy tükörszerű tér tudatáról, mert nagyon sokat beszélsz róla, és gondolkodtam róla, és igazándiból nemrég volt egy ilyen pillanat, amikor amikor megértettem valójában is, hogy miről beszélsz, és hogy ugye ez a pillanat, mikor megérti az ember, ez a tér- és tükörszerű tudatnak a megértése, ez egybeesik a tapasztalásával? Hányat mutatok? Öt. Korrekt, működik. Működik a tiszta térszerű tükörszerű tudatod. Milyen színű ez a terítő? Másik csatorna is működik. Még van egy-két motor diagnosztikai lehetőség, de ennyi elég most. Akkor nem beszélsz róla. Én Minek nem beszéljek? Van. Akármennyit beszélek, az nem segít egy bizonyos idő után. Te meg már hallottál eleget. Használd, tapasztald, tisztítsd le, és próbáld meg, hogyha javasolhatom, egy térben megtűrni az ellentéteidet. Mert az ember általában a saját kényelmi zónájában megtartja azt, amit ő jónak gondol meg akit kellemesnek gondol, és a kényelmi zóna a határán túlra száműzzük a rosszat, meg a kellemetlent, meg a nem kívánatos személyt. Ez egy normális túlélő ösztön. Próbáld meg ezeket így egységes térben látni, és a paradoxonokat egyben tartani. És amikor a paradoxonokat egyben látod, akkor lehet igazából a tudatteremtését tapasztalni. Katolusz már kapizsgáltatod, hogy gyűlölök és szeretek. Nem tudom, miért van ez így, de érzem, kínja keresztre feszít. Még van legalább tíz fordítás, mert a nyugatosok imádták és fordították <laughs> rengetegszer. És ez az ódiet ámó. Tehát ez, amikor ezt belül látod, hogy az emberi érzelmek és gondolatok mikre képesek, és nem akarsz te jobb színben feltűnni, magad előtt, meg mások előtt, mint amilyen vagy, akkor meglátod a szokásaidat, meglátod azt, hogy az ellentéteket hogy teremted. Ezeket a paradoxonokat tartsd egyben, és akkor meg tudod haladni. És akkor eljutsz oda, hogy na, mit szeretnénk teremteni a mai nap. Jó? És akkor ezzel a tudat tiszta, tükörszerű tudat erősödik, a jelenlét letisztul, és ebből következik az a tolerancia, amelyről nagyon sok tanító beszél, de nagyon kevesen mondják meg, hogy ezt ugyan már hogyan fejlesz ki, Ez a türelmes vagyok, türelmes vagyok, Na, ne gyerek közelebb, mert odalágok. Tehát ez a toleráns viselkedés, amikor már kifogyott az üzemanyagból. Hogyan alakul ki egy emberi személyiségnél a karma, hogy milyen karmát kell követnie? Mi a karma szerinted? Életcél. Az az egyik, azt nagyon jól látod. A karma szó, az a szanszkrit kr gyökből származik, az azt jelenti, hogy cselekvés és a következménye együtt. Tehát a karma, az a cselekvés és a következménye. Bemutatom. Itt van egy pohár, abból én iszom. Ha naponta nagyon sokszor iszom, akkor jellemző lesz az, hogy mit iszom. Tehát van, aki sört iszik, bort iszik, vizet iszik, és ha túl sok vizet iszik, akkor vízfüggő lesz. És a sok-sok ismétlés miatt kialakult a szokás. És a szokásból kialakult a személyiség. A személyiség nagyon sok szokásból tevődik össze. De a jó hír az, hogy a szokásodat te alakítod. Az összeset. A másik jó hír az, hogy tudnod kell, hogy amikor megszülettél, akkor a tudatod hátizsákjában, a tudatod lélektartalmát lehoztad. És ez az, ami a te szépen bimbódzó, növekvő személyiséged, amit a szüleid annyira szeretnek, és amért te, te, vagy. De ez már korábbi karmák gyűjteménye. Ez már a te tárháztudatodban benne van. Ez már irányítja a te választó tudatodat, gondolkodásmódodat, sőt az érzékelésedet is. Ezért egyesek jobban látnak, mások jobban hallanak, annak jobban éreznek, stb. 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 Tehát van lehozott karma, amivel megszületsz, van kívülről kapott karma, amit a szüleid állandóan súlykolnak belét, meg a barátok is akarnak, meg a barátnők, meg az iskola. És ez, ahogy hallhattad, a négy nagy csatornán keresztül érvényesül gondolkodás és érzelmek, ezek mind belül, beszéd és cselekvés, ezek mennek kívülre. Itt lehet megfogni, hogy beszélek, milyen szokásaim vannak, halkan beszélek, közepesen, vagy nagyon hangosan. Beszédszokás. Hogyan cselekszem? Lassan, még lassabban. Ugye egy kicsit gyorsabban, pattogósabban, hirtelen türelmetlenül és nagyon-nagyon megjósolhatatlanul. Ezek a karmák, ezek önállóan nem léteznek, ezeket mind mi hozzuk létre, és megkötjük őket, amikor azt mondjuk rá, hogy én, például én vízívó vagyok, akkor azonosultam a vízívó szokásommal. De ha elkezdek mondjuk narancslevet inni, és a vizet félreteszem, akkor a környezetem is látja, hogy hát én megváltoztam. Én már nem vizet iszom, hanem narancslevet. Aztán azt is leteszem, és mondjuk ribizli szörpöt iszom utána, akkor meg az lesz. Tehát a karma önmagában tőlünk függetlenül nem létezik. Mi hoztuk létre. Első. Második, mulandó. Mulandó, mert hogyha nem teszel bele energiát, akkor az elmúlik, nézd meg a sportolókat. Kihagynak egy-két edzést, már lassulnak sokat kihagynak, nem is állhatnak versenybe később, mert esélytelen. És a harmadik, ami jellemző a karmára, hogy tökéletlen. Tökéletlen az azt jelenti, hogy nem zárt, hanem nyitott, hozzá lehet tenni, el lehet belőle venni. És a tökéletlenség másik aspektusa, hogy sose olyan, mint ami ennek szeretnéd. Ezt már tapasztaltad ilyen fiatalon? Mennyi lesz még később te, Ezt eset tudom mondani. Az a fontos, hogy lásd magadat is, a környezetedet is úgy, ahogy vagytok. És ebből lehet kiindulni, hogy milyen irányba szeretnéd vinni, hová szeretnél fejlődni, milyen ember szeretnél lenni. És azokat a szokásokat honosítsd meg, mert szokásaink mindenképpen vannak. Például lélegzünk. Annyira szeretjük az oxigént, hogy még 5 percig se tudunk meglenni nélküle. Például szeretjük a mások szeretetét. Ezt a nagyon finom, érzést két ember között, ami annyi mindennek az áloga. a záloga. A bizalom, a boldogsági, a harmóniá, az együttérzésé. De megnézzük, hogy mi a szeretet. Vagy ennyi könyvet olvasol róla, vagy pedig egy pár ilyen mondatot szeretnél róla, nem tudjuk meghatározni, hogy micsoda. Te érezzük, hogy van vagy nincs. Tehát ez is szokás kérdése. Milyen szokásokat építesz föl? Mit tartasz meg a lélekben? mivel azonosulsz, ez leszel te. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ö, csak egy rövid kérdés, hogy buddhizmussal kapcsolatos előadásokban nagyon gyakran azt hallom, hogy leszületés, és ö, hogy Tényleg, van -e? nem felszületünk, Igen, hanem igen értem. Lettem. Értem, ez a, a föld, a, hogy mondjam, a fizikai dimenziónak a, v, 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 amit nem, nem értek tulajdonképpen, mert van egy szavunk, hogy megszületünk, Igen. az végül is azt az, az, az fejezi ki, hogy egyszer csak itt vagyunk. <laughs> Viszont a leszületésben ezek szerint van valami többlet értelmezés, és akkor azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted akkor miért, mi, mi ez, hogy leszületés? Hát én a leszületést és megszületést most nem különböztetném meg, mert túl sok gondolattal menni haza, és rosszul aludná. És akkor rosszat támadná. Ehelyett elmondom, hogy a köztes lét négy állapot a micsoda, és akkor az kellő képet ad, és nem pedig ilyen igekötőkön fogunk most éppen fennakadni. Jó? Jó. Nagyszerű. Tehát van az, amit most mindenki tapasztal ebben a szobában, hogy a test és a lélek egyben van. Ezt hívják életnek azért látunk a szemünkkel, és felfogjuk, hogy igen, látok, hallunk a fülünkkel, és igen, hallok, mert a lélek és a test egyben van, sőt, tudatos. Vannak olyan lények, ahol a lélek és a test egyben van, de nem tudatosak, ezek az állatok. Őnekik nincs meg az a lehetőségük, hogy tudatosodjanak, de a test és lélek együtt van, és ők ezt így is szeretnék tartani, ezért menekülnek akkor, amikor valaki le akarja őket vágni. Meg megenni. Ezt hívják életösztönnek. Mindaz, ami a lélekben karma, és ebből származó akarat, az az élet ereje. Tehát elképesztő helyzetekbe tudunk megszületni, és onnan kinőni, és az akadályokat leküzdeni. És nem csak madács mondja, hogy az élet célja-e küzdés maga, ezt mi magunk is így látjuk, különben nem küzdenénk. Elképesztő akarat erővel, húzzuk végig ezt a 70-80 évet jó esetben, miközben rájövünk, hogy ez a Föld, ez ilyen milliárd, több milliárd éves, a természet elemei több százmillió évesek, és mi mit csinálunk? Kb. annyit, hogy nagyot szól a molylepke, és belerepül a gyertyába, és sercen egyet a végén. Kb. ennyi. De mégis az életnek olyan elképesztő ereje van számunkra, hogy bevállaljuk, a lélek fölveszi a testet, és ezen keresztül tapasztal. Mert tapasztalni, érzékelni, egyénnek lenni akarunk. És ez az elképesztő akarat, ez nagy részt tudattalan, csak azt tudod, hogy igen, spenótot szeretnék ma enni, emeljük a piacra, megveszem, hazaviszem, turmix, fokhagyma, stb. és megfőzem, és spenót főzelék lesz. Milyen jó! Azt, hogy ezt nagyon mélyen mi generálja, arra nagyon nagy részt nem látunk rá. Milyen az elképesztő vágy, ami a tapasztalatot akarja. Tehát amíg életben vagyunk, addig ez lehetséges. Ez egy hosszabb állapot a következőhöz képest, és az azt megelőzőhöz képest. Azt megelőző az a megszületés folyamata, amikor a test és a lélek csatlakozik. Kezdődik ez, a születés helyének és idejének a meglátásával, folytatódik a fogantatással, folytatódik a magzat kifejlődésével, és egészen odáig tart, amíg a köldő is nyisz, el nem vágják, de ez még mindig nem az egyén teljes fejlettsége, hanem az még nagyon sok év, sőt a nemi éréssel zárul le az egyén teljes kifejlődése, és még mentálisan még tovább hozzá kell rakni. Tehát a születés folyamata, amikor a test és lélek kapcsolódik, az élet folyamata, amikor a test és a lélek egyben van. A test és a lélek szétválása az a halál és a haldoklás folyamata, amikor érzed már, hogy már soha nem leszel olyan erős, már soha nem fogsz úgy akarni, mint tegnap. Akkor már tudod, hogy elindultál arra felé. Már nem tudod megújítani az energiádat, mert nem is akarod. Úgy érzed, hogy befejezted ezt, azt, a maszt. Már nem vagy kíváncsi azokra, akikkel korábban mindenképpen beszélgetni akartál, együtt akartál lenni. szép, lassan az ember oldja ki ezeket az akaratmorzsákat, és akkor a test és a lélek elkezd szétválni, beáll valami betegség, nincs felgyógyulás, viszlát. És így a halál folyamata az, amikor ez elindul, és a vége az, amikor test és lélek úgy válik szét, hogy már a lélek nem tud bele visszatérni akkor beáll a negyedik szintén hosszú folyamat, amely a testen kívüli állapot. Nem mondanám a halál állapotának, mert túl félelmetesnek. Hangzik, hogy Úristen, akkor én nem létezem, dehogy nem. Csak nem úgy, mint életben. Nem tudsz cselekedni, mert nincs test. Nem tudsz akarni, mert nem tudod, hogy kivitelezni. Nem tudsz módosítani a karmádon, mert nincs eszköz, amivel ezt megtehetnéd. És így a lélekben felhalmozódott energia, és információ, az egy újabb akaratvektort hoz létre, és újra fölveszed a testet, és újra folytatod. Lélektartalom függvénye, hogy hogyan, milyen körülmények között, milyen testben, és a többi. Tehát, ha meg akarod nézni, hogy pontosan miért születtél ide, ebbe a helyzetbe, akkor lásd meg azokat a karmákat, azokat a mozgató rugókat, amelyek pont ide hoztak egyénileg, családilag és csoportilag, és állítom neked, az ember persze az egyéni level kezd és elmegy önismeretre, asztrologiára, családállításra, mindenre, csak hogy megismerje kicsit jobban önmagát. Ez nagyon szép és nagyon jó. A szokott azért kicsit borulni a Billy, amikor látod a csoportkarmát, hogy az mennyire benne van a térben és mennyire összefüggsz családtagjaiddal, barátokkal és ellenségekkel, és a legdurvább az, amikor a nagyobb csoportkarmát meglátod hogy abban miért születtél bele. És pont az az egy-két karmikus elem, de nagyon markáns identitás, hogy azt, hogy vetted fel, és miért születtél oda, abban nagyobb környezetbe. És amikor ezen elkezd dolgozni az ember, ha az nem teszi szerényé, ha az nem hoz egy tényleg alapvetően segítő és önzetlen hozzáállást, akkor semmi sem. Ez az az állapot, amit a tibetiek a négy bardónak hívnak, Azért nem hoztam rögtön ezt a szót, mert nem a szó a fontos, hanem az, hogy mit jelent. Köztes lét. Azért köztes lét, mert nem tudod megállítani egyiket sem. Mindegyikben csak vándorolni tudsz. Mindegyiknek csak tartama van, de szilárd állapota nincs. És éppen ezért az egyetlen egy szilárd dolog az ez a pillanat ebben tudod megfogni az egészet, akár ciklikus, akár lineáris, akár kombinált időszámléleted van. Megtudható ennek a léleknek a kezdete? Az a kezdeti pillanat, amikor először megszületik benne a vágy, hogy egy karmát felvejen, hogy egyáltalán lejöjjön ide és elindítsa ezt a folyamatot? Ha a gyakorlatod elmélyül, akkor meglátod, hogy ebben a pillanatban a tudatosságod hogy látja a lelket és a testet és a tudatosságot hogyan teremti most a születést és a halált. De ezt visszavetíteni akár lineáris, akár ciklikus időben illúzió kergetés. Miért? Azért van ilyen időélményünk, mert ebben a testben vagyunk. Mert ezzel az aggyal gondolkozunk, mert ezzel a szívvel érzünk. Az alapja a kérdésnek annyira relatív, hogy nem találsz szilárd választ rá. Időben kiterjesztve, biztos nem. A gyémánc útra ezért mondta, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. recitálják is a szútrát minden zenkolostorban. Tehát ebben a pillanatban vedd észre, hogy hogy teremted a születést és a halált. Akkor megvan. De ha vissza akarsz menni a múltba, soha nem találod meg. Előre mész a jövő, hogy mikor lesz vége. Soha nem lesz vége. Miért? Mert így gondolkodsz azért ebben a pillanatban mit csinálsz, mit mondasz, mit érzel, mit gondolsz. Itt lehet felelni a választ. Megköszönöm mindenkinek a tiszteleteljes figyelmet, megköszönöm házigazdáinknak a szíves vendéglátást, és remélem, hogy itt Székesfehérváron is, ahogy az ország több pontján is, a gyakorolni vágyók találkoznak, létrehoznak egy olyan csoportot, amelyben mindannyian tudnak gyakorolni, egymás segíteni, és elérve a felébredést, még több emberhez eljutatni a tant. Köszönöm a figyelmet!